Az Óbecsei rendkívüli helyzetek községi törzskarának összesített adatai szerint Óbecse községben a hétvégén, azaz péntektől vasárnapig még 11 személy esetében igazolták a koronavírus jelenlétét. A Vajdasági Közegészségügyi Intézet adatai alapján Óbecse községben január 31-ével bezárólag összesen 1450 polgár betegedett meg a koronavírustól, ebből 118 COVID-19 vírussal fertőzött aktív esetet tartanak nyilván. Szombaton és vasárnap nem volt vakcináció. A sportközpontban kialakított oltóponton pénteken 36-75 évnél idősebb polgár kapta meg a kínai Sinopharm társaság védőoltását. Az Óbecsei Egészségház COVID rendelőjében az elmúlt 3 napon nem volt szerológiai gyors tesztelés. 54 antigéntesztet végeztek el, ebből 11 volt pozitív a koronavírusra. 23 tesztmintát küldtek elemzésre a Vajdasági Közegészségügyi Intézetbe, ahonnan az eltelt hétvégén 23 PCR teszt eredmény érkezett, és mind negatív a COVID-19-re. Azokat a polgárokat, akiknél fennáll a koronavírus fertőzés gyanúja, illetve akik feltételezhetően kapcsolatba kerültek fertőzött személyekkel, 14 napos karanténba helyezték. Az eltelt hétvégén megtartották a szerbiai Superliga női asztali teniszmérkőzéseinek 9., 10. és 11. fordulóját. A torna technikai szervezője a Becsei Asztali Teniszklub volt. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy az óbecseiek voltak az előző 3 forduló házigazdái is, amelyben a 12 legjobb férfi és ugyanennyi női csapat versenyzett. A fordulók után a legjobb 6 csapat küzd majd a playoffban az első helyért, a másik 6 klub pedig a megmaradásért. A párok versenyének folytatása február 14-én lesz megtartva. Gorán Drágin, a Becsei Asztali Tenisz Klubból elmondta, hogy Óbecsén türelmetlenül várják a koronavírus járványhelyzet stabilizálódását, és a széles körben híres veterán torna kezdetét. A tornánk éppen arról híres, hogy a mintegy 130-40-50 résztvevő közül körülbelül 50-60 külföldi, és egyszerűen ez adja meg a veterán tornánk igazi értelmét. Mivel a Becsei jó technikai szervezőnek bizonyult a versenyen, ezért a klubban alig várják, hogy mint a korábbi években, így idén is, sikeresen pályázhassanak a bajnokságok és szupertornák házigazda szerepére.